Üdvözlöm Önöket, Varga László vagyok, az MSZP elnök helyettese. Augusztus végén több társadalmi csoport kapott rossz hírt Magyarországon, több megszorító jellegű intézkedés jelentett be a kormány, így volt ez a napelemesek esetében is. Lantos Csaba energiaügyi miniszter bejelentette, hogy megszüntetik az éves szaldó elszámolást a napelemesek kapcsán. Nagyon sokan elmondták a véleményüket, hogy ez egy mennyire szakmaiatlan, vállalhatatlan döntés. Én magam is tartottam sajtótájékoztatót az ügyben, az MSZP is határozottan elmondta álláspontját, tiltakozást jelentett be ez ügyben. És természetesen az érintettek, a szakmai szervezetek is elmondták, hogy ez egy rossz döntés. Elsősorban azért, mert hogy a korábban telepített napelem rendszerek esetében ellehetetleníti a megtérülést, nagyon-nagyon kitolja ennek idejét, vagy tulajdonképpen el is lehetetlenítette volna ez a döntés. A világban mindenhol környezettudatos életvitelre próbálják az embereket indítani ebben az időszakban, hiszen nagyon komoly energiaválság van most is, de hát az elmúlt egy-másfél évben látszott, hogy elképesztően ingadoznak az energiaárak, és ez egyre nagyobb terhet jelent a magyar családok életében is. Mindenhol azon gondolkoznak, hogy hogy lehet ezen könnyíteni, miközben a kormánynak augusztus végén még ilyen szándékai voltak. Az is egyedülálló Európában, hogy például Magyarországon nem lehet erkély napelemes rendszereket telepíteni, gyakorlatilag minden Európai Uniós tagállamban lehet. Ezek ugye olyan kisebb rendszerek, 6-800 wattos rendszerek, amelyek akár egy panellakásnak is érdemben képesek csökkenteni az államszámláját. Ilyen rendszereket akár kiskereskedelmi egységekben, boltokban is lehet Nyugat-Európában vásárolni, és tulajdonképpen egy inverter segítségével közvetlenül csatlakoztatni ezeket. Magyarországon ezt a szabályozást tiltja, a kormány ezt nem teszi lehetővé, az NVM ASF-je sem teszi ezt lehetővé, ez gyakorlatilag egyedülálló, és azt gondolom, hogy sok százezer magyar család számára jelentene részmegoldást az energia kérdésében, jelentősen csökkenthetné az áramszámlájukat. Úgyhogy ezen a sajtótájékozaton amellett, hogy tiltakoztam én magam is a napelemes éves szaldó megszüntetés ellen, azt is határozottan mondtam a kormánynak, és elvárjuk most is a kormányt, hogy tegye lehetővé az erkély napelemes rendszerek telepítését, amit érthetetlen okból nem tesz meg. Az elmúlt hetekben hallhattuk, hogy nagyon sokan tiltakoztak az éves szaldó eltörlése ellen, és hát ebben az esetben a kormány végül meghátrált. Sok oka volt ennek, például az is, hogy hát jogi kérdéseket, jogi aggályokat is felvetett a helyzet, hiszen nagyon sokan azért telepítettek ilyen rendszereket, mert bíztak abban a háttérben, amit a szabályozás, illetve a kormány lehetővé tett a megtérülés tekintetében. Tehát konkrétan megkárosított volna ez a helyzet 200 ezer magyar családot. Ebben a tekintetben tehát a kormány meghátrált, és továbbra is lehetővé teszi a már telepített ilyen beruházásoknak, illetve az igény bejelentést kapcsán, tehát akik már az igényt benyújtották, nekik 10 éven keresztül, a telepítéstől számított 10 éven keresztül az éves szaldót. Ez örömteli dolog, ugyanakkor nem látjuk, hogy a további beruházásokat hogyan ösztönözni a kormány, hiszen a hírek szerint már a bruttó elszámolás, egy lényegesen kedvezőtlenebb elszámolás jöhetne csak majd az újonnan a következő időszakban kiadott engedélyek alapján telepített beruházások esetében. Ez ugye egy nagyon-nagyon kedvezőtlen áron tenni lehetővé, hogy betáplálják ezek a rendszerek, ezek a háztartások az áramot. Ugye ma ez egy szűk 5 forint, ami nagyon-nagyon alacsony ár kilovattóránként, míg egyébként természetesen a 37 forint, illetve a határérték fölött 70 forint per kilovatt, amibe kerül a háztartásoknak ez az energia. Ebben az elszámolás, a bruttó elszámolásban várhatóan sokkal kedvezőtlenebb, nem teszi érdemben megtérülővé ezeket a beruházásokat a későbbiekben ez az új rendszer. Magyarán azok, akik megkapták az engedélyüket, akik már telepítettek, azok tulajdonképpen fellélegezhetnek, meghátrált a kormány sokak, többek között az MSZP tiltakozása kapcsán, ugyanakkor, ami örvendetes lenne, hogy további beruházások jöjjenek létre, ezt semmilyen módon nem ösztönzi majd a rendszer. Határozottan azt mondom, hogy ezeket az ad hoc döntéseket, amit itt az elmúlt hetekben
lehetett hallani, ezeket be kell fejezni az energiapolitika tekintetében. Felül kell vizsgálnia a kormánynak az energiamixet, és új stratégiai célkitűzéseket meghatározni. Jól látszik, hogy a magyar energiamix újragondolása is szükséges. Nagyon-nagyon kitett Magyarország a külföldről érkező energiahordozóknak, elsősorban keleti irányból érkező szénhidrogéneknek. Ez nem megoldás hosszú távon. Szükség van tehát arra, hogy érdemben támogassuk a magyar háztartásokat, arra annak kapcsán csökkentsék a rezsiköltségeiket. Ezért van szükség erkény napelemes rendszerre, ezért van szükség végre újabb hőszigetelési pályázatokra, hogy csökkenjen a rezsiszámlája az embereknek, és hát ez a nemzetgazdaság szempontjából is kívánatos volna azért, hogy minél több energiát környezetkímélő módon, környezettudatosan Magyarországon termeljünk meg, és ezzel szolgáljuk a magyar embereket és a magyar fogyasztást, ne pedig drágán importáljunk energiahordozókat. Még egyszer tehát felszólítjuk a kormányt, hogy gondolja újra az energiastratégiát, az energiamixet, és haladéktalanul hagyjon fel az adhok döntésekkel. Köszönöm a figyelmet!